csak abban az esetben tudjuk ezt felnőtt képzésként működtetni, hogyha minden ilyen adatszolgáltatással kész vagyunk. És ez abból a szempontból fontos nektek is, hogy azok a cégek, akik felnőtt képzésbe fizetnek be pénzt, tehát ilyen értelemben költségük keletkezik, azok ezt a költséget a társasági adóból levonható költségként tudják alkalmazni. Ennek a nyilatkozata, hogy mi megfelelünk az adatszolgáltatásnak, ez rajta van elvileg a számlánkon, hogyha a számlán nincs, akkor tudtok kérni külön nyilatkozatot, hogy ezt lenyilatkoztuk. Ezt a múlt képzésnél is volt, akinek a cége kérte, mert élt ezzel a lehetőséggel, úgyhogy a pénzügyesekkel erről egyeztessetek.